Sok drágáim! Anna vagyok. Szellemi dolgokkal foglalkozom, de nem vagyok egy ezóarc. Az a mottom, hogy az ezotéria annyit ér, amennyiben az életedet a gyakorlatban jobbá teszi. Úgyhogy kérlek, iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és nyomd meg a csengő gombot, hogy értesítést kaphass az újabb felvételekről. És igen, ez a videó neked szól akkor, hogyha már régóta velünk vagy, akkor is, hogyha teljesen új vagy, és mindenképpen neked szól akkor, hogyha te is Matrix hekkel vagy, Azaz, van az életedben még olyan terület, amit szeretnél javítani? A mai témánk a kapcsolatfelvétel a testeddel. Gyorsan behozok egy szakifejezést, de megígérem nektek, hogy nem ezzel fogom teletűzdelni az adást. Ez csak azért fontos, hogy lássátok, hogy mi az, ami a Mátrixot teremti. Én azt mondom, hogy a Mátrixot energia teremti, és hogy ez az energia hol van, ami teremti a Mátrixot? Itt bennünk, drágáim. Úgy hívják, hogy csakrák, vagyis energiaközpontok. Ha egy energiaközpont jól működik, a, akkor az életed azon a területen, és a tested is azon a területen jól működik. És ezért én a csakrák felől szoktam megközelíteni a dolgokat. Azt látom, hogy ha az energia változik, optimálisra hangolódik egy adott testi területen vagy életterületen, akkor ez megnyilvánul a külvilágban is, azaz, szuper-sztár dolog, ami történik, mert az történik, hogy a Matrix is alakul. Az, az a külvilág alakul, a sorsunk jobbra fordul, és ez király. Úgyhogy csináljuk. Még valami. Mi van akkor, hogyha nem hiszel a csakrákban? Ez kb. olyan, mint valaki nem hisz a gravitációban, attól még ugyanúgy hat. Mert hogy ha valaki azt mondja, hogy a csakra csak filozófia, és igen, valóban az. A csakra lehet filozófia, hogyha rosszul használják. Milyen színe van, ilyen olyan színe van, így hívják szanszkritul. Senkire rosszat mondani ezzel nem akarok, csak ettől nem lesz élő tudás, ettől még nem vesz részt az életünkben. Ez még nem javítja az életminőséget, hogyha valaki tudja, hogy hogy hívják szanszkritul. Egyébként én is tudom, a buddhista főiskolán végeztem, ami egy öt éves képzés volt jogaszakon, képzelt tradicionális jogaoktató vagyok, képeztem magam ezután, a diploma után még Magyarországon is, és külföldön is, több országban, úgyhogy értek a tradicionális jogához. És ki is dolgoztam -e egy módszert, a Karma Killer jogát, ami az anamé programnak a gyakorlati mozgásos része, és ez egy nem tradicionális jogamódszer. Sok olyan nem tradicionális joga módszert ismerünk, ami sikeres, ilyen például a Bikram joga, vagy az Akro jóga vagy a Karma Killer joga, és ennek a módszernek, amit kidolgoztam, az a célja, hogy az életünket jobbá tegye a gyakorlatban, ennek az energiának az optimális rezgésre hangolásával. Úgyhogy a mai témánk a test kapcsán a, a gyökércsakra. Úgyhogy lehet, hogy eddig nem tudtál róla, de ha van tested, akkor számodra is elérendő cél az, hogy a gyökércsakrad jól működjön. A gyökércsakra a jó működése esetén a testünk kortalan, erős, élő, és jobban vagyunk vele. Azért, mert a gyökércsakra az a legalsó csakránk. Ez azt jelenti, hogy itt vagyunk a Földön, jogunk van az élethez, és ez szolgálja a testünk is, és jóban vagyunk vele. Úgyhogy nézzük végig a testet a csakrák szintjén. A test elsősorban a gyökércsakrához tartozik, azért, mert anyagból van. Anyag, meg tudom nyilvánulni által az anyagban, azaz a mátrixban. Ez a beugró. Vettünk egy egyet ide a Földre, és ezt a jegyet úgy tudjuk beváltani, hogy megjelenünk itt anyagban, azaz fizikai testben. Azonban többek vagyunk, mint a fizikai test. Sokkal nagyobbak vagyunk annál, és sokkal határtalanabb szellemi lények. Ha megyünk tovább, akkor a szakrálisakra szintjén átélhető az, hogy testben lenni boldogság. Örömet ad az érintés, a szexualitás, és. A testnek ilyenkor a nők esetében van egy gyönyörű női minősége, a férfiak esetében pedig férfias minősége. Ha megyünk tovább, akkor a köldökcsakra szintjén a testet megélhetjük úgy, hogy erős, vitális, egészséges, életerő van benne. Ha megyünk tovább, és a szív is optimálisan működik, a szívcsakra, akkor megélhetjük azt, hogy szeretjük a testünket hogy szeretetben tudunk vele kapcsolódni. A torok csakra arról szól, hogy hogyan tudunk itt kiteljesedni a világban. Ez a testre vonatkoztató azt jelenti, hogy ilyenkor nem szégyennel és bűntudattal gondolunk a testünkre, hanem, hanem élvezzük, hogy megnyilvánulhatunk általa. A harmadik szem területén pedig a testhez egyfajta világkép is kapcsolódik. Nem mindegy, hogy ez a világkép milyen. Alulműködés esetén az ember úgy gondolhat a testére, mint egy szükséges rosszra, amit el kell valahogy vonszolnia. Vagy a túlműködés esetén pedig úgy érezheti, hogy ez az egyetlen eszköze az érvényesülésre. Ha megyünk tovább, akkor pedig a koronacsakra szintjén látszik az, hogy ez nem egy börtönbolygó, nem büntetésből vagyunk itt, hogy valahogy kibírjuk ezt a néhány évet, ami kiutott ebben a fizikai testben, hanem korlátlan szellemi lényekként vagyunk itt, akik magunkra, akik magunkra vettük az anyagterhét, de csak azért, hogy megemeljük, és ezáltal megemeljük az egész világot. És drágáim, ez ráadásul nem is nehéz sors, hanem maga a szintiszta öröm. Az, hogy itt lehetünk, és tehetünk ezért a földért, az felemelő küldetés. Úgyhogy drágáim, toljuk, csináljuk együtt. A mai adás témája azonban a test a gyökércsakra szintjén. Úgyhogy milyen az, amikor a gyökércsakra túlműködik, az nem optimális rezgésre van hangolva. Milyen akkor az ember viszonya a testéhez? Túl tömi, túl, túl fekteti, és nehéz. Tompa. Erre van az angolban egy kifejezés, az pedig a coach potato, amit úgy lehetne lefordítani egy rumpli. Szerintem ez elég szemléletes elnevezés. El tudjátok képzelni, hogy milyen ilyenkor a test, és az embernek a testéhez való viszonya. Ha pedig a gyökércsakra alul működik, ilyenkor a felső területek működnek egy kicsit túl az alsók rovására, és ilyenkor az embernek minden fontosabb, mint a saját teste. Ilyenkor a test egy kicsit sor sorvadozik, kornyadozik, egy kicsit veszít a nőies vagy a férfias jellegéből. Olyan háttérbe szorított. Ezek, ezeknek a dolgoknak az orvoslására vannak kevésbé hatékony matrix technikák, ilyen például a, az önmagunk hibáztatása, mások hibáztatása, sajnálkozás, iránkozás és agyalás. Működnek? nem. Ezt szerintem ti is tudjátok, hogy nem működnek különben, csinálnátok éppen a helyet, hogy ezt az adást nézitek. Úgyhogy én szeretnék nektek mutatni valamivel kifinomultabb technikákat. Az egyik, ami tuti, teljesen ingyen van, és mindent visz, az a hála. Én ezt akkor tanultam meg, én kamaszkoromban jutottam el odáig, hát 20 éves koromra, de kamaszkoromban már elég beteg voltam, meg már eleve betegen is születtem. Úgyhogy mindig volt valami, ugye kamaszlányként mindig volt valami problémám a testemmel, hogy miért nem tetszik, miért nem jó, mi kéne helyette. Tudjátok, ez szokott ez így lenni ebben a civilizációban, amikor az újságok másféle testképet mutatnak. És e, nekem e, az ok adott okot a hálára, amikor igazán beteg lettem. Tehát már addig is nagyon beteg voltam, de eljutottam a betegségeimnek abba a gyógyíthatatlan, visszafordíthatatlan végstádiumú szakaszába, amikor már egy géptartott életben kerekesszékben ültem, és félig vak voltam, vagy több mint félig, mert már csak ilyen árnyékokat láttam. És amikor megtudtam, hogy legalább azt megúszhatom, hogy folyamatosan kórházban kelljen lenni, mert akkor már hónapok óta a kórházban éltem és hazaengednek, de úgy engednek haza, hogy egy katéter lesz bevarva a hasamba, és benne két liter dialízis oldat, amit nekem négy óránként ki kell üríteni, és újat kell a helyre tölteni. Ez, az, hogy ez mennyire jó buli, vagy mennyire jó díl, nekem annak tűnt, mert legalább elhagyhattam a kórházat. És hogy a test szempontjából ez hogy néz ki, drágáim, eszembe se jutott. Olyan boldog voltam, hogy egyáltalán élhetek, miután végignéztem, hogy sorra halnak meg mellettem az emberek, a korteremben, hogy rájöttem, hogy hálás vagyok a testemért. Annyira hálás vagyok ezért a testért, hogy élhet. És ráadásul azóta drágáim, hogy kidolgoztam az anami programot, és a gyakorlatai segítettek, hogy a, a testem újjáépüljön. Minden pillanatban hálás vagyok a testemért. vicces, vicces ez a sorozat, mert az előző adásban az otthon kapcsán arról beszéltem, hogy hajléktalan voltam, és mekkora öröm számomra, hogy van hol laknom, hogy van hol aludnom. Most meg a testről beszélek, hogy 46 évesen itt vagyok, és a testem egészséges, és tökéletesen szolgál. Én azt gondolom, hogy az embernek minden pillanatban van oka a hálára, mert, mert a testünk szeret minket, és mindent megtesz azért, hogy minket szolgáljon. És szeretnék veletek megosztani még egy mini hekkelési technikát. Vannak atom technikáink is, mint például a gyökércsakra energetizált kristályai. Ezek a kristályok nem egyszerűen csak a kristályok jó hatása révén fejtik ki a hatásukat, hanem ezek energetizált kristályok. Az anamé program az több, mint csak testmozgás, kristályok, víz vagy hanganyag, valójában egy energia, ami ezeken az eszközökön vagy a gyakorláson keresztül megnyilvánul. Úgyhogy a kristály szerkezet az csak egyfajta struktúra, amin keresztül ez az energia megnyilvánulhat. És ezeknek nagyon erős hatása van. Vagy ugyanilyen például a csakra víz. Ilyenek, ilyenek a hanganyagok, amikor van egy frekvencia az élő tudásból behangolva, ami azon dolgozik, hogy ezt az adott csakrát legoptimálisabb rezgésre hangolja. Ugyanakkor én mondanék nektek egy olyan módszert, ami, amihez semmi különleges kiegészítőt nem kell beszerezni, mindig a rendelkezésetekre áll. Ez egy meditáció, próbáljátok ki otthon. Minden csakrának van egy bekapcsoló pontja. A gyökércsakra bekapcsoló pontja az a farokcsigolyája. A farokcsigolya pedig az a kis csontos gumó a gerinc legalján, a legalsó gerinccsigolyátok. Ez a bekapcsoló pontja a gyökércsakrának. Figyeljetek rá, vagy ha nehéz rá figyelni, akkor nyugodtan érintsétek is meg. Sőt, hogyha elalvás előtt csináljátok ezt a gyakorlatot, akkor még az elalvásban is segít, mert a gyökércsakra az alvásért is felel. Én csak azt kérem tőletek, hogy érintsétek meg ezt a pontot, vigyétek oda a figyelmeteket, és lélegezzetek hálát és elismerést, és szeretetet a farok csigolyába. Nyíljon meg a szívetek a testetekre. A testünk az egy csodálatos dolog. És nagyon sokat tesz értünk, hogy itt lehessünk. Csinálhatjátok ezt a meditációt úgy, hogy bal oldalra kiteszitek a gyökércsakra tisztító kristályt, jobb oldalatokra az ágyban pedig kiteszitek a gyökércsakra energetizáló kristályt. Segíti a meditációt, ha isztok hozzá, csakra vizet, vagy éjszaka mennek a hanganyagok. Úgyhogy, drágáim, boldog és szeretetteljes testre föl, kerüljetek jó kapcsolatba a testetekkel. Ha érdekel benneteket ez a téma, hogy még, még több trükköt, vagy még több infót tudjatok meg róla, akkor ennek az adásnak a webshopunkban van egy kiterjesztett verziója, ami alatt szól már eleve egy frekvencia, ami optimális rezgésre hangolja a gyökércsakrát meg még sok minden atom trükk benne van. Úgyhogy drágáim, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!